Heteken át dolgoztak a Körösi úton, hogy a Déli úttól a Síp utcáig tartó repedezett kátyús útszakaszt felújítsák. Ma délelőtt kezdték a munkák utolsó részét, az aszfaltozást. Meleghengerelt aszfaltot terítettek az útalapra. Előre láthatólag ma, azaz csütörtökön este 8 órától már ráengedik az autósokat a felújított szakaszra, megindulhat a forgalom, tájékoztatta szerkesztőségünket a kivitelező cég. A Körösi út volt az első, ami az önkormányzat által nyert 130 millió forintból megújul. A munkák folytatódnak, a közeljövőben megújul a Nagykátai és Bercsényi út, valamint a Mező utca és a Damjanich utca.